Köszöntöm kedves nézőinket! Ellették a József Attila lakótelepet horgoló hölgyek, lányok, illetve asszonyok. Az általuk készített alkotások megjelennek fákon, szobrokon, illetve kulturális intézményekben is. A mai közös térben pedig utána járunk maguknak, az alkotóknak. Tartsanak velem! Honnan jött ennek a gerilla horgolás eseménynek az ötlete? Hát ez egy régi gondolat nálunk, amiről már nagyon régóta álmodunk, de még sose volt bennünk elég energia ahhoz, hogy ezt végrehajtsuk. Most meg volt rá elég időnk, meg voltunk elegen, hogy nekiálljunk és végre megvalósítsuk ezt az álmot. Miből áll pontosan ez a gerilla horgolás? Hát ez már egy ilyen nemzetközi mozgalomnak mondható. Abból indul ki, hogy egyrészt olyan helyeket feldíszítenek horgolt munkákkal, amik mondjuk nagyon siváran festenek anélkül. Utcai tárgyakat, objektumokat, vagy néha felöltöztetnek szobrokat, mi is csináltunk ilyet. Vagy például valamilyen ügyre figyelemfelkeltés gyanánt használják ezt. Mi most itt mind a két dolgot próbáljuk alkalmazni. Így ilyet is, olyat is. Ugye a horgolókör események alatt készültetek a gerilla horgolásra. Mit jelent ez pontosan? Mennyi időt készültetek erre? Célzottan három alkalom volt, ami megelőzte ezt a mai nagy, reggeltől estig tartó nagy bulit. Az első alkalommal összeszedtük, hogy mi mindent szeretnénk, mik az alapanyagaink, kinek mihez van kedve, internetről gyűjtöttünk inspirációkat hozzá, meg megnéztük egyáltalán hányan vagyunk hozzá, és akkor a többi maradék alkalmakon meg már összehordtuk, hétről hétre, minden héten egy ilyen esemény volt, és így összehordtuk azokat a dolgokat, amik egy hét alatt elkészültek, és így összehorgoltuk, összehegeztettük horgolási technikával. És mik készültek el a horgolókörök alkalmával, illetve miket fogtok kidekorálni ezekkel? Egyrészt van a Dési Művelődési Ház mellett, ott a kanyarban, ahol a busz is eljár, egy szegény, mesztelen kisfiú, akit mi már nagyon régóta sajnáltunk, hogy szegény annyira fázhat, úgyhogy ő kapott egy nagyon csinos kantáros nadrágot, egy horgászbotot, napszemüveget, kalapot, halakat, és egy ilyen horgász szerepet. Ezáltal a körülötte lévő fákat teljesen nonfiguratív, díszes horgolt dolgokkal és fonálból készült kismadarakkal, ölelő kezekkel, szintén ezek is horgolva vannak. A Dési Művelődési Háznak a korlátját egy virágfüzérrel, meg rengeteg sok színes virággal díszítettük. Most ezt a nagy fát, ami mögöttem van, szintén egy óriási nagy, amit itt a lányok meg anyukák csinálnak, egy hatalmas nagy horgolt, ilyen lepedőszerűséggel burkoljuk be. Az a tervünk, hogy még a lakótelep jelképét, a csigát is fölöltöztetjük, a környező fák bikinibe öltöznek, és ehhez hasonló ötleteink vannak. Nagyon kreatívak vagytok. Mi a célja ennek az eseménynek? Ennek az eseménynek az a célja, hogy felhívja az Anyahajó Anyaközpont működésére a figyelmet. Tudja a lakótelep, meg tudja már azért a város, meg az ország is nagyjából, hogy mi milyen fontos tevékenységet végzünk, de mindig születnek új babák, és vannak olyan anyák, akik még esetleg nem hallották. És ezáltal, hogy szerte a lakótelepen mi megjelenünk, minden egyes dologra, amit feldíszítünk, feltesszük a tudnivalókat is magunkról, abba bízunk, hogy többen el fognak érni minket. Milyen technikákkal dolgoztok, amikor horgoltok? A horgolás az egy nagyon-nagyon egyszerű dolog, tényleg pofon egyszerű. Van néhány fajta pálca variáció, pálcáknak hívják azokat a kis egységeket, amikből összeáll a horgolás. Ahogyan a szaporítjuk, fogyasztjuk, rengetegféle szabadon variálható alakzat jön létre. Ezeket aztán a gerilla horgolásnál egymáshoz illesztjük. És ennyi, nagyon-nagyon egyszerű dolog. Itt a legfontosabb az, hogy nagyon színes legyen, nagyon látványos, nagy, messziről fölismerhető. Az Anyahajó Anyaközpont horgolóinak célja az volt ezzel a szabadtéri gerilla akcióval, hogy felhívják arra a figyelmet, mi mindenre képes egy anya, miközben otthon van a kicsi gyerekével. De ahhoz, hogy ez az esemény végül igazán látványos legyen, alaposan elő kellett készülni a horgolásokkal. Milyen motívumokat horgoltatok a horgolókörök alkalmával,
amikor ugye készültetek a mai gerilla horgolásra? Először volt egy olyan brainstorming esemény, amin így egyáltalán bedobtuk az ötleteket, hogy mit akarunk, mi lesz az egésznek a végkimenetele, mert mindenki sok mindent tud csinálni, de azért csináljunk egy nagy közöset. És akkor jött az ötlet, hogy egy fát kéne körbehorgolni, mert az szép, színes, látványos, ahhoz minél nagyobb felületű úgynevezett nagy négyzeteket, köröket, mandalákat, pókhálókat, pókokat. Na ebből jött a következő, hogy na akkor ilyen apróságok is kellene, nem mindenki szeret, nem mindenki tud nagyokat csinálni, akkor legyen apróság is, virágok, azok mentek a désibe, akkor jött a evidens ötlet a kisfiú szobornak a felöltöztetése, hát azon körülbelül annyi ötlet volt, hogy egész évre felöltöztethetnénk, karácsonyra majd adunk rá mikulásokat, hasonlókat, és mindenki, amit neki szimpatikus volt, abból tudott válogatni, mi az, amit ebből szeretne megcsinálni. Ez mennyire hobbi tevékenység, illetve mennyire praktikus tevékenység? Tehát inkább dísztárgyakat készítetek, vagy olyan tárgyakat, amiknek praktikus funkciója is van? Hát inkább a praktikum az, ami számít, mert igazából még az se éri meg, mert a fonalak jó drágák, de hát olyat csinálunk a gyerekeinknek, amilyen nincs még egy. Tehát ez biztos nem fog még egyszer szembe jönni. A saját ízlésünknek is jobban megfelel, meg a gyerekeket is lehet egy kicsit ízlésre nevelni. Hát valamit dísznek csinálunk be, ilyen kis figurákat, vagy játékokat, vagy ajándékba, de inkább azokat, amiket használunk, tehát ruhadarabokat, kisebb ruhadarabokat, kisebb takarókat babáknak, mondjuk ajándékba, születéshez, kis cipőket, ilyen apróságokat. Lehet látni, melletted van egy hatalmas lila gombolyag. Most is éppen horgolsz. Már nem is olyan nagy, de azért még mindig méretes. Legalábbis egy laikus szemmel nézve. Mit horgolsz most éppen? Ez egy nagy négyzet lesz, amiből elég nagy felületeket le lehet fedni, és hogy a fára fog majd fölkerülni, mert minél nagyobb felületet horgulunk, annál jobban fog kinézni az egész. Igazából tök klassz lenne az egészet behorgolni, de hát ahhoz még egy kicsit növekedni kell. Milyen gyakran látogatod az Anyahajó Anyaközpont programjait? Egyáltalán mit kell tudni az Anyahajó Anyaközpontról? Milyen szerepet töltötök ti be itt a József Attila lakótelepen? Itt a lakótelepen egy ilyen hiánypótló szervezet vagyunk, mert a gyesen otthon lévő anyukáknak szabadidős és kikapcsolódás, illetve a gyerekekkel együtt részt vehető programokat kínálunk. Mozgástól kezdve, hobbi tevékenységek közös művelésében, kikapcsolódásban, gyerekmentes programokban, gyerekneveléssel kapcsolatos workshopok, előadások, műhelymunkák is szerveződnek. Én is az első gyerekemtől kezdve lejárok programokra, eleinte csak résztvevőként, és most már szervezőként is. És egyre inkább azt látom, hogy erre van egyrészt igény, és másrészt mindig jönnek újak, akik nem tudják, hogy hova kapjanak egyáltalán egy kisgyerekkel, egyáltalán jó szót halljon, legyen hova lemennie, és ez mindig minket is motivál, hogy új utak fele nyissunk. Mennyire népszerű tevékenység a horgolás, hogy József Attila lakótelepen? Egyre inkább, mert hát én is így tanultam meghorgolni Blankától, mert hát én nem tudtam, és láttam, hogy milyen klassz dolgokat készít, láttam, hogy itt gyerekjátékok, gyereksapkák, hogy milyen klasszul és gyorsan elkészülnek, és akkor elmentem egyszer-kétszer a horgolókörre, utána már YouTube-ról is lehetett nézni, és hát egyre többen érdeklődnek, és szerintem ennek nagyon klassz értéke van, mert kisgyerekek mellett is lehet csinálni. A szabadtéri gerilla horgolás mellett a Dési Huber István Művelődési Központ is megtelt horgolt motívumokkal. Simoncsics Márta, nyugdíjas kézműves, több mint két évtizede készít egyedi figurákat József Attila lakótelepi lakásában. Most eljött az idő arra, hogy kiállítsák változatos, kreatív munkáit. Márta ugye már évtizedekkel ezelőtt elkezdett horgolni. Mi volt az, ami jönt? Arra vitte, hogy ezt a tevékenységet elkezdje. Tulajdonképpen gyerekkorom óta tényleg mi mindent megtanultunk anyukánktól, kötni, horgolni, varni, és egész életemben horgoltam, de aztán volt egy nagy szünet, amikor férjhez mentem, gyerekem született, dolgoztam, semmit. De megszületett az első unokám, Noémi, 28 éves most. Akkor elkezdtem talán először ilyen kis figurákat, babákat horgolni. Meghorgoltam neki a
Hubikék, Törpikék, Apraja falva, falut. És aztán jött egymás után, de soha semmit, nem mintából, mindent magamtól. És ő neki tetszett, ő élvezte, szerette, és akkor mindig jött egyik a másik után. Ugye itt a háttérben láthatóak példák azokra a figurákra, amelyeket ön horgolt. Itt mindjárt elő is veszek egyet, hát lehet, hogy nem pont autentikus, mert hogy karácsonyi, de látszik, hogy nem egyszerű egy ilyet meghorgolni, gondolom, ugye elég összetett műveletnek tűnik még ez a két kis bábú is. Hát pedig ez nagyon egyszerű, mert ez tulajdonképpen a hóember két gömb, meg a sapka rajta, és ki kell varni a szemét, száját, ennyi az egész. De vannak bonyolultabbak, hát mondjuk mackó vagy egér, akiknek kezük, lábuk van, fülük. Vagy az Apraja falva ugye, amit meghorgolt, gondolom az sem volt egy kevéssé időigényes munka. Nem, mert meghorgoltam egy nagy zöld darabot, az volt a rét, vagy a fű, abban folyt egy patak, kerítés volt, fák voltak, létrát horgoltam a fákhoz, akkor ilyen kis gombaházak. Össze tudja számolni, hogy hány alkotást horgolt életében, nagyságrendileg? Nem létezik. Több ezret. De még most is, pedig most már fájnak a kezeim, nagyon nehezen megy, de nem tudok nyugodtan ülni. Én még úgy nem néztem tévét, hogy hátradőljek és tévét nézzek. Én közben horgolok mindig. Honnan jön az inspiráció? Tehát honnan jönnek az újabb ötletek, hogy na most akkor mit kéne még meghorgolni? Megálmodom, szabályosan megálmodom, és akkor alig várom, hogy fölkeljek, és gyorsan megcsináljam, amit megálmodtam. Ez komoly. Milyen szempontok szerint válogatta ki azokat a tárgyakat, alkotásokat, amik kikerültek ide a kiállításra, az ön kiállítására a Dési Huber István Művelődési Házba? Hát tulajdonképpen ez annyit jelent, hogy amit én éveken keresztül horgoltam és nem ajándékoztam el, az nálam gyűlt otthon, gyűlt a szekrénybe, dobozokba rakva, mert nem tudtam mit kezdeni velük, és ez mind az, amit tényleg, mert én ebből jóformán pénzt soha nem csináltam, én nem árultam, mert nem tudok elmenni egy piacra kiállni, és ezek csak ott gyűltek nálam. És ezeket így el, mindent, ami otthon összegyűlt nekem, azt hoztam el.